Szlovák napot tartottak Albert Tirsán szeptember 21-én. A rendezvény főszervezője az Albert Tirsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és annak elnöke Szemőkné Szedlacsek Judit volt. Az ünnepi eseménysorozat kétnyelvű istentisztelettel kezdődött az Alberti Evangélikus templomban, majd kulturális műsorral folytatódott a Móra Ferenc művelődési házban. Fazekas László Albert Tirsa polgármestere köszöntötte a jelenlévőket. A város nemzetiségi sokszínűségében rejlő értékekre hívta fel a figyelmet. Több lépcsőben, több irányból, ugyancsak felvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról, délvidékről érkeztek. Zömében szintén szlovákok, de velük magyarok, németek, ruszinok, zsidók és sok mindenki más. Tehát egy tarka, többféle gyökérrel rendelkező népesség alakult ki, és miután 1950-ig itt két külön település létezett, hát ez a helyzet fokozódott a községegyesítést követően, ez a bizonyos etnikai és vallási sokszínűség. És én azt gondolom, hogy ez a sokszínűség, ez értékeket hordoz magában. És nagyon-nagyon fontos, hogy találkozzunk, amikor évforduló van, és találkozzunk máskor, a legkülönbözőbb alkalmakkor, hogy ezeket az értékeket fel tudjuk mutatni egymásnak. A polgármester beszéde után dr. Gurmai Zita országgyűlési képviselő fejtette ki gondolatait. Hangsúlyozta a különböző nemzetek közötti kapcsolatok ápolásának fontosságát. Azt gondolom, hogy a kultúra az mindannyiunk számára fontos, és az a fajta hagyományőrzés, amit ez a mostani nemzetiségi ünnep is jelent számunkra, ez azt jelenti, hogy mi képesek vagyunk megtalálni azt, ami összeköt. Ennek megfelelően azt kell mondjam, hogy 10 évet voltam európai parlamenti képviselő, tehát megtanultam azt, hogy milyen a különböző nemzetiségű képviselőkkel való együtt gondolkozás, közös munka, hogy hogyan tehetünk többet a saját régiónkért, de természetesen, amikor itt vagyok, Albert Tirsán azért vagyok itt, hogy jelezzem önöknek azt a fajta szeretetet, barátságot, amit érzek önök iránt, hiszen pontosan tudjuk, hogy a kultúra, az értékteremtés, az polgármester úr számára mindig is egy érték volt. A Budapesti Szlovák Intézet igazgatója Ildikó Siposova hangsúlyozta, hogy az ilyen és hasonló eseményekkel lehet elősegíteni a két nemzet békés együttélését. Dnešný deň sprostredkováva tradície a hodnoty, ktoré predstavujú v živote našich národov pevný, nerozdeliteľný most, ktorý poukazuje na naše spoločné korene a napomáha vytvoreniu podmienok pokojného spolužitia. Dovolte mi popriať vám podnetný a obohacujúci deň spojený s utúžením vašej národnostnej identity. Ďakujem za vašu pozornosť. Ez az élménydús, hagyományápoló és értékközvetítő esemény egy olyan nemzeteinket számos ponton elválaszthatatlanul összekötő híd is, mely közös gyökereinkre mutat rá, és egyben békés egymás mellett élésünk elősegítője. A Szlovák Turisztikai Hivatal magyarországi képviselete prospektusokat hozott a rendezvényre, hogy a jelenlévőket ezzel is bátorítsa az ország megismerésére. A képviselet vezetője Szonya Jelinková erre hívta fel a közönség figyelmét. Köszönöm szépen, hogy bemutathassuk Szlovákiát, hogy hoztunk egy csomó olyan anyagot, amit biztos kedve lesz mindenkinek Szlovákiába el is menni. Vannak itt várak, kastélyok, UNESCO örökség listáján található mindenféle barlangok, helységek, és remélem, hogy a természet is, ami nagyon tiszta és vonzó, vonzani fogja önöket. A beszédeket követően a Maglódi Roszicska hagyományőrző ének és tánccsoport egyesület tagjai Szentesi Zoltán által koreografált maglódi táncokat adtak elő. A Kistarcsai Pannónia Néptánc Együttes hagyományőrző csoportjának tagjai előadták többek között István napi táncukat, mellyel már kétszeres aranyminősítést értek el.
A színpadi műsor az Ecseri Zöld Koszorú Hagyományőrző Egyesület Petruska csoportjának fellépésével folytatódott. Szlovák táncokat adtak elő Szilágyiné Suba Éva koreográfiájában. A rendezvény utolsó fellépőjeként a Szlovákiából érkező tánccsoport az Volenská Zlatina következett. A csoport tagjai a falu hagyományait őrzik, és adják tovább immáron 10 éve. A nagy sikert aratott fellépés után Mária Klimentová, a szlovákiai Zvolenská Slatina polgármestere reményét fejezte ki, hogy Albert Irsa és a szlovákiai település között fennmarad és tovább épül a baráti kapcsolat. Remélem, hogy tetszett a műsor, ez a szlatinai műsor, hogy felmelegítette a szíveket. Chcem sa poďakovať aj za naozaj nadštandardné priateľské vzťahy medzi obcou Zvolenská Slatina a mestom Albert Irsa a ja verím, že aj po dnešnom dni sa tieto vzťahy budú naďalej rozvíjať a prehlbovať. Ďakujem vám všetkým a ďakujem mojej folklórnej skupine Slatina. Nagyon szépen köszönöm ezt a fogadást és remélem, hogy Albert Irsa és Slatina között fennmarad a barátság. Az ünnepi műsor után a Szlovák Intézet jóvoltából Strapacska várta az esemény résztvevőit a Művelődési Ház előcsarnokában.